tanításnak a címe, amit adhatnánk, mindig nehéz meghatározni, hogy valóban mi legyen egy tanítás címe. Tanítás címe röviden ennyi, kijelentés által. És látjátok, hogy a kijelentésekre mély nagy szüksége van mindannyiunknak, hogy igazi, szent, tiszta kijelentéseket vehessünk Isten szívéről. És akkor abban az esetben, ha ezt biztonsággal megtanuljuk, hogy miként és hogy kell tenni a vele töltött közösség ideje során, akkor nem fogunk tévelyegni a különböző keresztény tanításokban, amelyek sokszor megfertőzik az ember lelkismeretét, és Istenről egy téves képet alakítanak ki bennünk, ami nagyon káros lehet az Istennel való együttjárásunkban. Hát Isten igaz ismerete a legnagyobb kincs az embernek itt a Földön, az élete során a legnagyobb kincs, amit kaphatunk Istentől, az Istennek az igaz ismerete. És ha erre törekszik a szívünk, akkor ebben egy növekedést ad nekünk Isten, hogy egyre inkább megismerhetjük őt az evangéliumon keresztül. Az a szó, hogy evangélium, sokaknak sokféleképpen fogalmazódik meg. Legelőször is azt lehetne mondani, hogy az evangélium örömhírt jelent. Egy olyan örömhírt, ami Pálnak a tollából megjelenik egyes utalásoknál, mint a kegyelem evangéliuma, más helyeken megjelenik, mint a békesség evangéliuma. Mindkét esetben valami csodálatos dologra utal, hogy Isten kegyelmét és Isten békességét hozza el a szívünkbe az evangélium, amelyet hirdetnünk kell minden teremtésnek. Először is nekünk is meg kell ismerkedni az evangéliummal, hogy tudjuk hirdetni azt. Mert Jézus ránk hagyta, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek. Kérdés, hogy ismerjük-e igazán az evangéliumot? Vagy csak felszínesen, vagy pedig Isten téves képével kezdjük hirdetni az evangéliumot, és több kárt okozhatunk vele, mint amennyi áldást hozna az a hallgatók életében. Istennek az ajándéka az elveszett ember számára az evangélium, amit meg kell hallania, és meg kell értenie, és be kell fogadnia. Az evangélium Istennek a hatalmas ajándéka az elveszett ember számára. Mindannyian egy napon elveszettek voltunk, és az evangélium örömhírét, amikor meghallottuk, akkor a szívünkben egy újongó öröm támadt, és egy készség született ott, hogy befogadjuk az öröm üzenetet, hogy befogadjuk általa a megváltó Úr Jézus Krisztust. És ezáltal megtörtént az újjászületés az életünkben. Hogy mennyire Isten ajándéka az evangélium, azt egy példával szeretném nektek szemléltetni, ami nagyon találó azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek manapság bizonyos keresztények az evangélium örömüzenetének a hirdetésével. Vegyük azt a példát, hogy valaki ajándékoz nekünk egy vadonatúj Ferrarit. Sok fiatalnak a szíve vágya ez, hogy egy ilyen autóba ülhessen. És azt mondja az illetőnek, hogy elviheted most azonnal ezt az autót, ez a tiéd. Odaadom neked ajándékba, mondja az illető, de fizetned kell majd havonta $1000 az autóért, hogy használod. Vagyis valóban igaz, hogy most ajándékba elviheted, de feltételeket szabnak mellé a birtokba vétellel kapcsolatban. Fizetned kell havonta, tenned kell valamit, hozzá kell tenned ehhez az ajándékhoz valamit, vagyis valójában nem tiszta ajándék. Odaadják neked, tessék, vidd el,
de aztán ezt és ezt meg ezt kell tenned, le kell mosnod az én autómat, ki kell takarítani a házamat, és sorolják a feltételeket, hogy mit kell még tenned ahhoz, hogy ezt az autót te megkaptad. Most ilyen feltételek mellett az már nem ingyen kegyelmi ajándék volt. És pontosan ugyanezt teszik a keresztények az evangéliummal. Az evangéliumot sokan úgy definiálják, vagyis úgy határozzák meg, hogy cselekedj jókat, és akkor majd jó dolgokat fogsz kapni Istentől cserébe. De ha rossz dolgokat cselekszel, és általában ők határozzák meg, hogy mi ez a határvonal, hogy te beleléptél a bűn határ meghatározásába, akkor majd bizony megnézheted magadat. Most el kell nektek mondjam, drága testvéreim, hogy ez nem a kegyelem evangéliuma. Bár a legtöbb pulpituson így hallod az evangéliumot hirdetni. Ha jókat teszel, akkor majd Isten is jókat tesz veled. Ha rossz dolgokat teszel, megvetni való dolgokat, kivetni való dolgokat, akkor pedig majd Isten is kivett téged, és jól megnézheted magadat. Na most ennek fogunk ma mélyére nézni, hogy felszabadítson minket a bensőnkben, hogy a lelkismeretünk fel tudjon szabadulni, ha hallottunk ilyen kárhoztató tanításokat. Mert ugyanis ez nem a kegyelem evangéliuma. Az evangélium szó nagy örömöt jelent. Hatalmas örömöt jelent. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk ezt? Amikor Jézus megszületett, akkor Isten a hírvivő angyalt ezzel az üzenettel küldte le a földre, és terjesztette ezt az örömüzenetet. Ne féljetek, mondta a pásztoroknak, mert hirdetek nétek nagy örömöt, mely minden népnek öröme lészen. Látjátok, az evangélium, amikor Jézus megszületett a földre, és kezdődött az evangéliumnak a híre, az nagy örömöt jelentett. Az evangélium üzenete annyit jelent, ne féljetek, többé nem kell félnetek Istentől, mert hirdetek nétek nagy örömöt, amely minden népnek öröme lészen. Nem csak Izraelnek, nem csak a zsidó népnek, minden népnek az öröme lészen. Az, hogy Isten elküldte számunkra a megváltót. Ezt a Lukács 2.10-ben olvassuk, ezt a gyönyörű igét, és a 14-es versben még hozzátesz Isten valamit, hogy tudjunk erről, hogy az evangélium miről szól. Dicsőséget jelent a magasságos mennyekben az Istennek. Az evangélium dicsőséget szerez Istennek, és e földön békességet és jó akaratot az emberekhez. Vagyis az evangélium békességet, jó akaratot és örömhírt hoz az embernek, és azzal az üzenettel jön, hogy ne féljetek. Hogy ne féljetek, hogy ne féljetek, ne féljetek. Ez az evangéliumnak az alap kerete, amit minden hívőnek pontosan tudnia kellene, és így kellene elkezdenie hirdetni az evangéliumot. Pál apostol például, amikor bizonyságot tesz az evangéliumról, akkor nagy bátorsággal ezt mondja, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem. Vagyis az evangéliumot fölötte értékelte, a saját élete fölöttén dolognak, kincsnek tartotta. Az én saját életem sem drága nékem, ha az evangéliumról van szó. Csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. És azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Megjelenik tehát a küldetése Pálnak, az evangélium hirdetése, de hozzáteszi Pál, hogy ez az evangélium, amit én hirdetek, az a kegyelemnek az evangéliuma. Nem a kárhoztatás, nem a különböző ítéleteknek az evangéliuma,
hogyha ezt teszed, akkor majd Isten így és így büntet meg téged, halljuk a pulpitusokról bőséggel, hanem azért jött, és azért adta oda az életét, hogy Isten kegyelmének az evangéliumát hirdesse. Isten kegyelmének az evangéliumát. És Pál ezt mind akkor mondta, amikor a Apcsel 20-ban a Szent Szellem városonként bizonyságot tett neki, mondván, hogy rám fogság és nyomorúság következik. Megjelentette neki a Szent Szellem, hogy nem lesz könnyű a most következő rész a szolgálatot tekintve. Én ennek ellenére Istennek a jóságát fogom hirdetni, Istennek a kegyelmét fogom hirdetni, és az Isten kegyelmének az evangéliumát fogom hirdetni. Vagyis a gondolatainkat rövidre zárva ebben a formában kijelenthetjük, hogy az evangélium Isten kegyelmét kell, hogy hordozza. Isten kegyelmének az evangéliumát. Másrésztről megjelenik az evangélium még egyfajta gondolatformájában. Az Efézus 6.15-ben azt tanítja nekünk az írás, hogy a lábainkat fel kell sarúzni a békesség evangéliumának készségével. Vagyis itt meg azt figyelhetjük meg, hogy amikor Isten evangéliumát hirdetjük, akkor egy békességet tudunk hirdetni a Földön. Isten akarata, hogy az ember szívében kiengesztelődés legyen Isten felé, és hogy a békességét, Isten békességét megérzékelhesse itt a Földön, és abban járhasson. A békesség evangéliumáról beszél Pál, és nem a haragnak és a büntető Istennek az evangéliumáról beszélünk, amikor az új szövetséghez érkezünk. Miért hangsúlyozzuk ezt ennyire, hogy a békesség evangéliuma, az öröm evangéliuma, a kegyelem evangéliuma, ezeket az igehelyeket vizsgáltuk eddig. Most nézzük azt meg, hogy miért hangsúlyozta ezt ennyire Pál? Mert ugyanis Pál találkozott az ellentetjével is a szolgálata során. És nagyon keményen kellett, hogy foglalkozzon ezzel. A Galata levélben ugyanis megtudjuk, hogy Pál, amikor a tanítványaihoz fordul, akiknek hirdette ezt a tiszta evangéliumot, a kegyelem evangéliumát, a békesség evangéliumát, észrevette, hogy elfordultak ettől az evangéliumtól, ami Istennek a gyönyörűséges üzenete, és Pál azt írja, hogy egy más evangéliumot fogadtatok be. Hogyha Pál egy más evangéliumra utal, akkor léteznie kell sajnos egy olyan evangéliumnak is, ami eltorzítja az Isten eredeti és gyönyörűséges és végtelen nagy kegyelmével bíró evangéliumát. A Galata 1-ben olvassuk ezt Pálnak a sorai. A 6-os versben írja, csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Vagyis nem telt bele sok idő, miután befogadták a csodálatos isteni kegyelmet és az Úr Jézus Krisztusnak a megváltását, elhajlottak arról, és egy másfajta evangéliumot kezdtek el hirdetni, és abban kezdtek hinni. És Pál nagyon erőteljesen dorgálja ezt a fajta elhajlást. Közli velük, holott nincs más. Hiába hirdettek ti más evangéliumot, akkor is csak a békesség és a kegyelem evangéliuma létezik. Nincs más, mondja Pál, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Sajnos ma is vannak, akik az evangélium elferdítésével hozzák elő az evangéliumot, tehát nem tiszta evangéliumot hirdetnek, hanem, ahogy Pál mondja, egy más evangéliumra hajlottatok el.
de akármi, vagy egy mennyből való angyal, nézd meg ezt a kemény beszédet, hogyha akár egy mennyből érkező angyal hirdetne nektek valamit azon kívül, amit néktek mi hirdettünk, az átkozott legyen. Már nagyon, nagyon kemény beszéd, mert Pál minden más evangéliumot, ami nem egyezik a kegyelem és a békesség evangéliumával, amiért Jézus a földre jött, hogy meghalljon, az átkozottnak nevezi. Az átkozottnak legyen. Amint előbb mondottuk a 9-es versben, most is mondom nétek, ha valaki nétek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Vagyis kétszeres átok alá kerül az, aki eltér az igaz és egyszerű evangéliumtól, az eredeti evangéliumtól, amely a békesség és a szeretet és az öröm és a biztonságnak az evangéliuma, Isten elfogadásának az evangéliuma. Döbbenetes dorgálás ez Pál részéről, és ki akar az átok alá kerülni? Az átok alatt van a betegség, az átok alatt van a szegénység, az átok alatt van, olvasd el 5 Mózes 28-ban azt a hatalmas hosszú felsorolást, hogy mi mennyi mindent tartalmaz az átok, és milyen könnyen lehet oda kerülni. Ha az ember elutasítja a kegyelmet, akkor nem marad más, akkor átok alá kerül. El lehet döntenünk, hogy választjuk az áldásokat, vagy az átok alá kerülünk. És Isten megmondja, hogy válaszd az életet, hogy élhess. Nem akarunk átok alatt élni, ez nyilvánvaló dolog, ugye? De mi meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, ami oda vezet minket, hogyha egy más evangélium felé fordulunk. Vagyis nagyon fontos megismerni az eredeti evangéliumot, és nagyon fontos látni, hogy mi az a téves út, amely az átok alá helyez minket. Ugye, az egyszerű ember is tudja, hogy jobb élni az áldások alatt, mint az átkok alatt. Kezdjük kifejteni tehát ezt a gondolatmenetet, mert ez hiszem, hogy felébresztette a figyelmeteket, amit eddig hallottatok. Az másfajta evangélium, Pál sokszor találkozik vele, és akkor jön ez felszínre, amikor a törvényt kegyelemmel kezdik összevegyíteni a keresztények. A törvényt tisztázzuk pontosan, hogy miért adta Isten. Azért adta Isten, hogy rávilágítson a bűneinkre. Hogy pontosan tudjuk, hogy bűnben élünk. Hogy pontosan tudjuk, hogy az a dolog, amit tettünk, az bűn. Ha például belenézünk a tükörbe, és ott csúnyácskának látjuk magunkat, és rálátunk arra, hogy tele vagyunk szeplővel, meg rendezetlen a kinézetünk, és hát mondjuk, hogy hát bizony ez inkább csúnyácska, mint hogy jól néz ki. Ha csúnyának találjuk magunkat a tükörben, akkor valóban csúnyák is vagyunk. Nem kell szépíteni semmit sem. Ha belenézünk a tükörbe, és ott azt látjuk, hogy Úristen, hogy nézek ki, akkor úgy nézünk ki. Ezzel nincs mit szépíteni. Vagyis, ha belenézünk a törvénybe, és ott a törvény rávilágít a bűneinkre, akkor valóban bűnösök vagyunk. És erről szólt az 1500 év törvény adása és törvényben való, a törvény alatt való élése Isten választott népének. Minden évben tudták, hogy bűneik alatt vannak, és elfedezést nyertek a bűneik egy évre a bűnáldozatok által. És elkezdték az új esztendőt, és megint ugyanazokba a bűnökbe beleestek, és újra belenéztek a tükörbe, és tudták, hogy bűnösök, és jött a bűnért való áldozat, és megint elfedeztettek a bűneik, vagyis ott voltak ugyan a bűneik, de nem került beszámításra, vagyis nem jöhettek az átok büntetései, mert áldozat volt bemutatva a bűneikért. De a törvény ilyenről szólt, rávilágított a bűneikre,
és pontosan tudták, hogy bűnösök, és teljesen igaza volt Istennek, mert Isten odaadta a mércét, hogy e szerint vagy bűnös, illetve e szerint vagy szent, ha ezeket nem teszed. Egyetlen baja volt a törvénynek, hogy nem tudott segíteni a bűnös emberem, hogy megigazítsa oly mértékben, hogy megállhasson Isten előtt. Tehát a bűnök megakadályozták azt, hogy az illető Isten elé járulhasson, mindenféle lelkismeret, furdalás és teher és kárhoztatás nélkül. És az ember nem volt képes Isten elé járulni, Isten pedig szerette volna, hogyha az ember ott áll ő előtte szentségben és tisztaságban. A törvény tehát erre nem volt képes. A törvény az rávilágít a bűneinkre, a kegyelem pedig, az az áldott kegyelem, a békesség evangéliumának a kegyelme, amit az evangélium hoz, eltörli a bűneinket, mintha azok soha nem léteztek volna. Ha az ember bekerül Istennek a kegyelme alá, akkor tudomásul kell vennie, hogy Isten minden bűnét eltörölte, és nem fogja számon kérni tőle. Ha Isten ezt nem teszi, mert az ő fiában igaznak talál minket, akkor mi a pulpitusról nem illethetjük a hallgatóságot egy felemás evangéliummal, egy másfajta evangéliummal, mert átok alá helyezzük saját magunkat, és átok alá helyezzük a hallgatóságot is. És ez egy nagyon veszélyes hely, amit rendszeresen át kell gondolnunk. Hasonlítsuk össze még egy kicsit jobban a törvényt és a kegyelmet. Állítsuk egymással szembe, hogy jobban megértsük. Az első pünkös napján, első pünkös ünnepén, amikor Isten a törvényt adta a népnek, akit kihozott Egyiptomból, akkor ott a törvényadásnak a napján, azon a napon, amikor Isten a törvényt adta Mózesen keresztül, meghagyta nekik, hogy nem mehetnek közel ahhoz a hegyhez, és mégis azok, akik ezt nem tudták megtenni, 3000 ember meghalt a törvénynek az ítélete folytán. Az első napon jött a törvény, 3000 ember halálát okozta, mert Istennek tartania kellett a szavát. Azt mondta, hogy ehhez a hegyhez ne közeledjetek, és aki közelített, meghalt. Az ember nem tudott át Istenhez közeledni a törvény alatt. Az új szövetségnek az első pünkös napján pedig, amikor Isten az ő drága szent szellemét árasztotta ki a világra, akkor a törvénnyel szemben, ahol 3000 ember halála volt, itt 3000 ember üdvössége született meg. Tehát látjuk, hogy nagyon élesen szembe állítja Isten, amikor olvasjuk a Bibliát, hogy döntsük el, hogy ott akarunk lenni a törvény alatt, és akarunk törvénykedni magunkra nézve, vagy elfogadjuk tisztán az ő üdvözítő kegyelmét, és abban élünk, és abban járunk. A törvény ugyanis szent és igaz. Semmit nem lehet felhozni a törvény ellen, hogy a törvény nem lenne jó. Isten nem ezért törölte el a törvényt. A törvény tökéletes. Olyan tökéletes, olyan szent és igaz, mint maga az Isten. Egyetlen baj volt vele, hogy senki nem volt képes azt teljességgel beteljesíteni, vagyis a törvény senkit nem volt képes igazzá tenni. Ha erre nem volt képes, és Isten csak az igaz ember tudja maga elé állítani, akkor Istennek félre kellett tenni az útból a törvényt. A törvény kárhoztatta az embert, mert amiket követelt az ember azt nem tudta megcselekedni. És ezért az ember szüntelen kárhoztatva volt. Amikor a törvény idején azt mondja Isten, hogy gyere közelebb hozzám, akkor le kellett venni a saruit a lábairól, mondta ezt Mózesnek, vedd le a te saruidat a lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent az. A kegyelem idejében,
Pedig, ha most megint szembeállítjuk a törvénynek egy elemmel, az atya, a szerető atya, aki kint áll és várja a fiát szüntelen, hogy mikor érkezik haza, mikor fordul meg a bűnös útjáról és jön haza, vagyis a tékozlót várja haza, a tékozló fiú, amikor eljön az ideje végre, hogy a szívében megérett a megtérés gondolata, akkor hazatér az apjához, és az apja ölelgetések és csókolgatások örömében azt parancsolja a szolgáknak, hogy húzzatok sarut a lábaira, mert joga van előttem megállni az én elfogadó szeretetemben. Hát látjátok, a törvény azt mondja, hogy a saruidat le kell venned, mert minden léted bűnös. Nem állhatsz meg Isten előtt. És a te életedben maradásod miatt kell megtenned, hogy a hely, amin áll a szent az, és az én szentségem, hogy el ne pusztítson. Óv intézkedéseket kellett mindig tenni. És a kegyelem alatt pedig azt mondja Isten, hogy húzzatok sarut a lábára, és álljon elém, mert megvan, joga van előttem megállni, mert én elfogadom őt az én szeretetemben. Ő az én fiam, és megtért, és ímé itt van, és elfogadja az én kegyelmemet. A törvény mindig azt követeli az embertől, hogy tedd ezt, és tedd ezt, és tedd ezt, és akkor majd, ha ezeket mind meg tudtad tenni, akkor majd képes leszel Isten elé járulni, és Isten akkor majd meghallgatja az imáidat, Isten akkor majd megállt téged, és ha pedig ezeket nem teszed meg, akkor maradsz az átok alatt. Ezért nagyon nehéz volt a zsidóságnak megélni ezt az 1500 évet, és nagyon sokszor nem tudták tartani a törvénynek a követeléseit, és ezért számüzetésbe kellett, hogy menjenek, és Isten ítéletei estek rajtuk. A kegyelem ezzel szemben bevisz minket abban a nyugodalomba, amelyet Jézus szerzett nekünk, és amit a kereszten kiáltott, hogy elvégeztetett. A kegyelem bevisz minket erre a helyre, ahol Jézus mindent elvégzett értünk. És minél inkább be tudunk menni ebbe a bevégeztetett, elvégeztetett nyugalomba, nyugodalmába Istennek, annál inkább tudunk helyet adni Isten kegyelmének, hogy az munkálkodni tudjon az életünkben. Ami mi magunk akarjuk elvégezni, addig bizony kemény és izzadságszagú lesz minden. Amikor átadjuk a helyet Istennek, Uram, én képtelen vagyok erre, de a te kegyelmed által ez lehetséges, akkor Isten kegyelmének helyet adunk, és az ő kegyelme elkezd áradni és áradni az életünk felett, és elkezd munkálkodni. A kegyelemről való tanulmányozásunkat folytassuk a Galata levél 3-ban, a 19-es verssel, ahol Pál csodálatosan megfogalmazza a Szent Szellem által, hogy mi is a törvény tehát, hogy lássuk tisztán a törvényt, mielőtt mi egymás fölött törvénykezni akarnánk, és megmondani, hogy mit szabad a másiknak, és mit nem. És ha ezt nem teszi, vagy azt teszi, akkor például nem szolgálhat Istennek. Ezek a gondolatok mostanában erősen ütötték fel a fejüket, és ennek a vonalán éreztem szükségét, hogy ez a tanítás ma elhangozzék. Tehát a Galata 3.19-ben kérdezi Pál, mi tehát a törvény? Mert a galaták is zavarban voltak, hogy most akkor törvény alatt kell élnünk, mint eddig, vagy most már a kegyelem érvényes, és hogy tudjuk elnyerni az ígéreteket. Azt mondja Pál, hogy mi tehát a törvény? A törvény szegések miatt toldották meg vele az ígéretet. Vagyis először az ígéret hangzott el, hogy megáldván megáldalak, mondta Isten Ábrahámnak. És mivel az Úr látta, hogy az ember csak szüntelen vétkezik, ezért az ígéreteket megtoldotta a törvénnyel. A törvény
a törvény szegések miatt lépett be a szövetségi nép életébe, megtoldották vele az ígéretet. Vagyis azt mondta az Úr, hogy ezt ígértem, de most már szükség lesz erre is, és akkor adta a törvényt. A törvény szegéseitek miatt meg kell toldanom az ígéretet a törvénnyel, de attól még az ígéret érvényben maradt. Az ígéret érvényben maradt, amíg eljön a mag, akinek tétet tett az ígéret. A mag pedig maga a Krisztus, mert az ígéretek Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, hogy magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Vagyis az ígéretek Ábrahámnak és az ő magvának Krisztusnak tétettek. Vagyis ha mi Ábrahám áldásait akarjuk örökölni, akkor az csak Krisztus Jézusban lehetséges, be kell jönnünk a kegyelem alá. A kegyelem alá kell behozni az életünket, érvényesítenünk kell Isten békességének az evangéliumát, Isten örömteljes evangéliumát, és nem egy ítélkező evangéliumot kell hirdetnünk. A drága Jézus Krisztus szent nevében. Nagyon fontos dolog ez, mert fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ismerjük-e azt a mesiást, aki nekünk ezt a kegyelmet hozta. A mi mesiásunkról van valami egészen csodálatos profécia a Máté 12-ben, ami látjuk majd, hogy Ézaiás könyvében lévő proféciát idézi. És azt írja róla itt a csodálatos kijelentés, hogy a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem győzelemre viszi az ítéletet. Vagyis Isten pontosan tudta, hogy a bűn mit tesz az emberrel, hogy megrepedezetté teszi a szíveket, az életeket. És amikor a nád megrepedezik, akkor a világban lévők azt mondják, hogy ez már semmire nem használható, ezt kidobjuk, és semmissé lesz. A Jézus szíve nem ilyen. Jézus szíve eljött a megrepedezett szívű emberért, és azt mondja, hogy jövök, és helyre állítom azt. Nem pusztítása rendelt minket Isten, és Jézus nem azért küldte, hogy kárhoztassa az embert, hiszen az ember úgyis kárhozat alatt volt, hanem azért jött, hogy a megrepedezett nádat felépítse, újjá tegye, megújítsa, újra használhatóvá tegye. És Jézus azért jött, hogy azt a pislogó gyertyabelet, amely már ott van a kiégés határánál, mert épp hogy csak egy kis fénye van, vagyis ott áll az utolsó pillanatokban, hogy már többet nincs fénye, kiégett. Hány kiégett életet ismersz a környezetedben, csak a környezetedben, akik belefásultak, elfásultak, csalódottaká lettek. És azt mondja Jézus, hogy én nem azért jöttem, hogy a pislogó gyertyabelet kioltsam, hanem azért jöttem, hogy újra lángra lobbantsam ezt a tüzet, ami volt régen, és hogy világoltassék ennek a világnak az én kegyelmem és az én szerelmem által. És az ítéletet igenis győzelemre viszem, mert én bennem ítéltetnek meg minden népek, és Jézusról tudjuk, hogy ő volt az egyetlen, aki képes volt betölteni a törvényt. És mi ő benne ítéltetünk meg az igazság ítéletével. Mondtam nektek, hogy ezt a Máté 12-es proféciát a 20-as versben meg fogjuk nézni Ézaiás könyve szerint is, ahonnan idézte Máté ezt a gyönyörű verset, és ez az Ézaiás 42-ben van. Az Ézaiás 42. fejezetében van, amely Istennek hihetetlen kegyelmét hordozza, ez a pár sor, hogy áll Isten hozzánk, és az ő igéjét mennyire be is tölti. Ímé az én szolgám,
akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Szellememet adtam őre, törvényt hirdet a népeknek. Ez a messiásról egy profécia. Ő az én szolgám, és én bizony gyámolítom őt az ő útján. Ő az én választottam. A szívem kedveli őt, a szívem gyönyörködik benne, az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm. A szellememet adtam neki, hogy be tudja tölteni a törvényt, míg hirdeti a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Jézus nem volt soha olyan módon megnyilvánuló, hogy bárkit megbotránkoztatott volna. A szelíd és a csendes szellemnek a romolhatatlanságát hordozta magában, amit aztán az újjáteremtett ember belsejében mi is hordozunk. És a hármas vers közli, hogy a megrepedezett nádat nem töri el. Ez a kegyelem, amely azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, ami elveszett, és hogy azt újját tegye, hogy mindent újját teszek. Roncsátok le a templomot. És én 3 nap alatt azt újjá építem, megújítom. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Látjátok, ő amikor jön, akkor mindig azért jön, hogy felépítse azoknak a szívét, akikben elfogyott már a reménység, akiknek a szívében elfogyott már a remény arra, hogy valaha is lesz még jobb az életem, fordul-e valaha jobbá az életem, ki tudok-e jönni ezekből a problémákból, ahol most vagyok? És azt mondja az ige, hogy igenis meg tudod tenni, mert jött valaki, aki nem oltja ki ezt a pislogó fényt a lámpásban, hanem igenis betölti a törvényt, és nagyját teszi azt, és téged pedig a világ világosságának rendel el, hogy hirdesd a törvényt igazán a népek között, mert a szigetek várják ezeket a tanításokat. A világon mindenfelé, minden ember. És ez a dolgunk, hogy vigyük ezt a tiszta evangéliumot, amely az elveszett világ számára azért szükséges, mert ha nem hallják az evangéliumot, nem tudnak üdvözülni. Mert csak a kegyelem evangéliuma által lesz képes, hogy az üdvösség a szívükbe kerüljön. Abban a gondolatmenetben, hogy Jézusnak ez a szívét jellemző tulajdonság, hogy nem okoz nagyobb csalódást egy megtört szívnek, hanem helyreállítást hoz. A világban könnyen ítélkezünk, ha valami elromlott, ha valami történt az életünkben, megsérült a szívünknek a teljessége, és tényleg olyan lett a szívünk, mint a megtörteknek a szíve, a megtört szívek gyógyítója Jézus. A Jézus azért jött, hogy helyreállítást végezzen az életünkben. És meg fogunk nézni még 2 rövid példát mai tanításban, hogy Jézusnak milyen a szíve azok felé, akik csalódottak, akiknek a szívében ezek a törések ott vannak, megtöredezett szívűek, az összetört szívek, a csalódottak, a kiégett életek, amikor már úgy látod, hogy nincs remény a számodra, és nincs lehetőség, hogy valaha megoldás szülessen. Megnézzük, hogy Jézus hogyan viszonyult az ilyen helyzetekhez, amikor emberek ilyen mélységekben voltak. Mert tanulni fogunk valamit Jézus szívéről, és jobban meg fogjuk érteni a tiszta kegyelem evangéliumát, hogy milyen is az, és mit ezt az evangéliumot kell hirdetnünk. Az egyik rész, amit szeretnék vizsgálni veletek, az a Lukács evangéliumban van, az Emmauszi tanítványoknak a példája. Ugyanis Jézusnak a halála után a tanítványok nagy csalódással mentek,
mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz majd az, aki helyreállítja nekik Izrael királyságát. Helyette egy nagyon fájdalmas és egy brutális keresztre feszítést kellett, hogy végignézzenek, és így voltak ezek az Emmauszi tanítványok is, hogy hallottak híreket, hogy Jézus föltámad, de nem hitték igazán, és azt mondták, hogy Jeruzsálemből mi inkább hazafelé tartunk, és el is indultak Jeruzsálemből az otthonukba, és ekkor történik valami. A 13-as verstől olvasom nektek, és ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira volt, melynek neve Emmaus, vagyis hazamentek Jeruzsálemből Emmausba. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. De valójában összezavarodtak azokban, amit hallottak, és nem tudtak kiigazodni, hogy akkor most mi is az igazság. Vagyis egy zűrzavaros állapotban voltak, és beszélgettek, tanakodtak, nem tudták, mi az igazság, és amíg így beszélgettek, egymástól kérdezősködtek, de egy is tudta az igazságot, egymás között ugye feltették a kérdéseiket, maga Jézus ment hozzájuk, így a 15-ös vers. Jézus nem egy angyalt küldött el, hogy majd az angyal megjeleníti nekik a feltámadás igazságát, hanem Jézus saját maga ment hozzájuk, és oda csatlakozott hozzájuk az úton, és együtt mentek vala az úton. És Jézus becsatlakozott közéjük, és elkezdett velük beszélgetni, kérdezgette őket, aztán válaszokat adott, de nem tárta föl a kivoltát, hogy ki is ő, hogy ő maga Jézus. El volt fedve ez a tanítványok szeme előtt. De mégis a Jézusnak oda kellett mennie ezekhez a tanítványokhoz, hogy őket megvilágosítsa. Nem hagyta őket ebben az elkeseredettségben. Nem hagyta, hogy az a megrepedezett nád még jobban repedezetté váljon, csalódottá váljon, és teljesen összetörjön. Nem hagyta, Jézus odament, és megerősítette őket az ő kegyelméből. A kegyelem evangéliumának a főhőse tette ezt, ő ilyen, ez az ő természete. És amíg beszélgettek az úton, elmondják, hogy milyen csalódás érte őket, hogy azt hittük, azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt, de mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ő meghalt, és ezek történtek. Vagyis teljes csalódottságban mennek tovább az úton, egészen addig, amíg haza nem érkeznek, és akkor Jézus el akar tőlük búcsúzni, de a tanítványok nem engedik, érezték, hogy itt valami csodálatos történik, és érezték Jézus szívéről azt a vigasztalást, amikor Jézus felfedi, hogy amikről beszéltek, nem ezeket kelletté elszenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, hogy ezeket ti nem értitek, ó balgatag, és rossz szívűek, mindazoknak az elhívésére, amit a proféták szóltak, hogy nem látjátok ezeket, és ébrezgette őket. És elkezdte Mózestől, minden profétától fogva elmagyarázni nekik, ami az írásokban vannak ő felőle megírva. Vagyis elkezdte őket megerősíteni. Azt a megrepedezett nádat elkezdte erősíteni, és erősíteni, és erősíteni, hogy újra tökéletesen tudjon állni a világ előtt, és tudja hirdetni a messiási kegyelmet, a messiási megváltást. És csodálatos példa, hogy maga Jézus ment oda közéjük. El tudom nektek mondani, hogy ugyanezt a szolgálatot ma is elvégzi a csalódott szívekkel. És oda járul a szelleme által, ha magad vagy, ha esetleg párban vagytok, ha páran jöttetek össze, ha gyülekezetben jöttetek össze, és elkezdi felemelni és meggyógyítani ezeket az összetört, megrepedezett szíveket. A szíveket, hogy miért annyira fontos neki az embernek a szíve. Sokat gondolkodunk ezen, és meg kell nézni,
hogy a Zsoltárokban hogy írja ezt le Isten. A 147-es Zsoltárban fogunk megint látni valamit Jézusról, amit nem is gondoltunk volna se, hogy igaz. És mégis kitárja Isten a szerelmét ilyen módon is. Dicsérjétek az Urat, írja a 147-es Zsoltár. Mert jó dicséretet énekelni, ami Istenünknek. Mert őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Ez a mi részünk. Nem elcsüggedni, hanem a bajokban is dicsérni őt. És ez egy jó dolog, mert ez felemeli a lelkünket. Hármas versben így folytatja, ha ezt tesszük, meggyógyítja a megtört szívőeket, és bekötözi sebeiket. Hát ő ezt a csodálatos szolgálatát, aminek ő a felelőssége tudatában van, hogy ezt el kell végezze, ekkor tudja megtenni, ha mi dicsérjük őt szüntelen, és dicsérjük, és gyönyörködünk ő benne. Ez illendő dolog, ezt elvárja tőlünk Isten. A hármas vers a szívünknek, a megtört szívünknek a gyógyításáról szól, ahogy mondtam nektek, hogy a megrepedezett nádat, ő nem ő az, aki összetöri meg, eltapossa. Eltapossa az embert, akinek már amúgy sincs reménysége. A világ ilyen. Jézus teljességgel másként áll ehhez. Meggyógyítja a megtört szívőeket, és bekötözi sebeiket. Negyedik vers így szól, elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Vagyis egyszerűen vált a zsoltáros. Az ember szívéről a következő versben már a csillagokról beszél. A világ egyetem teremtéséről. Ez az Isten, akinek fontosabb a megtört szívünknek a meggyógyítása, mint a csillagos világ egyetemnek a létrehozása, teremtése. Mert megelőzi a négyes verset, az a hármas vers, amikor a te megtört szívedet jön, és oda jön melléd, és a közelségedbe kerül, és érzed a szeretetét, és jön, és meggyógyít. Meggyógyítja a megtört szívedet. Nem hagyja, hogy az a megrepedezett nátszál még jobban összetörjön. Nem hagyja. Jön, és meggyógyít téged. Az a hatalmas Isten, aki a csillagokat teremtette, de te fontosabb vagy nála. De te fontosabb vagy nála, mert a te szívednek a teljessége, és a gyógyulása, és a sebeidnek a bekötözése, hogy teljesen helyreállítsa az életedet, az fontosabb neki, mint a világegyetem csillagrendszere. Egy így nagy hatalommal szerető Istenünk van. És ha ezt meglátjuk, akkor a szívünkben sokkal könnyebben fog tudni befolyni az ő gyógyításának az olaja, az ő gyógyításának a szeretet folyama. A szeretet folyama, mert mindezt ő szeretetből végzi el. Azért, mert oly nagyon szereti a teremtményét, az embert, mert felelősséget vállal az emberért. A záró gondolat, ami következik, Jézus kegyelmének megint egy gyönyörűséges kinyilvánítási formája, ami elénk tárulkozik a János evangélium 4. fejezetében. Annyira, de annyira szeretem olvasni ezt a fejezetet, mert amikor elolvasom ezt a részt, amely beszámol ennek a bűnös asszonynak a helyreállításáról és a szolgálatra való kiküldéséről, az körülbelül fél óra idő tartamán belül Jézusnak a műve, és előtte pedig a 3. fejezetben olvasunk egy igen vallásos emberről, a farizeusoknak egy főemberéről, aki meg Jézushoz megy az éjszaka leple alatt, és kérdezgeti Jézust, és Jézus szinte megtorgálja, hogy te, aki a zsidóknak a fő embere vagy, és nem érted ezeket a dolgokat, amiről beszélek, akkor miképpen fogod tudni beengedni oda a te népedet, ha te magad sem érted? Hát Jézus szinte dorgálja
azt az embert, aki egész életében a törvényt tanulmányozta, és a törvényből akarta megismerni Istent. És a törvényből nem lehetséges felfedezni a kegyelmes és szerető Isten szívét. Ez a harmadik fejezet János evangéliumában, amikor Jézus Nikodémussal beszélget. Ennek kontrasztjaként a Szent Szellem előhozza a negyedik fejezetben azt a bűnös asszonyt, akinek 5 férje volt. És Jézus pedig várja őt a kútnál, hogy beszélgethessen vele. Valami lenyűgöző kegyelmet tár fel itt az ige, úgyhogy szeretném veletek tanulmányozni ezeket a sorokat, mert Jézusnak a szépsége és az irgalmassága és a szerető szíve fog feltárulkozni benne, amikor is meg fogjuk látni, hogy azt az éppen csak pislogó gyertya belet, amilyenek az asszonynak a szívében volt, az a kicsi láng, az a kicsi reménysugár, nemhogy kioltotta Jézus, hanem hatalmas tűzzé gerjesztette fel, úgyhogy kiment és hirdette, hogy jöjjetek és nézzétek meg a messiást, akivel ma találkoztam. No, ezt a történetet fogjuk megnézni, és a szívünknek az épülésére lesz, mint ahogy az igének ez a célja is. Negyedik fejezetben Jézus Judeából elindul Galileába. Jézus nagyon sokat járt Judea és Galilea között, és e két tartomány között. És közte hatalmas dolgokat és csodákat cselekedett. Amikor Judeából Galileába mentek a zsidók, akkor tudni kell, hogy Szamáriát mindig megkerülve mentek, mert a szamaritánusokkal nem voltak olyan kapcsolatban, hogy egyáltalán beszéltek volna velük, lenézetnék voltak, és igazából kerülték őket, ahol csak tehették. Tehát olyankor mindig a Jordán felé elkanyarodva mentek fel Galileába. No, Jézus nem így tette. Jézus, amikor a megszokott, bevett szokásoknak az ellentétjében cselekszik, akkor annak mindig megvan az oka. Nem azért teszi, mert ő renitens akarna lenni, vagy megmutathatná, hogy neki erre van hatalma. Szó nincs róla. Jézus azt mondja, hogy én mindig azokat cselekszem, amiket látom az én atyámtól, hogy ő is cselekszi azokat. Vagyis neki aznap Szamárián kellett által mennie. Mi az, hogy kellett? Hogy Jézusnak kell valamit tennie? Ki mondhatja meg neki, hogy mit kell tennie? Egyedül az atya. A mennyei atya az, aki megmondhatja neki, és meg is mondta, és Jézus megcselekedte. Vagyis az atya aznap úgy rendelkezett, hogy Jézusnak át kellett menni Szamárián. Miközben Judából ment fel Galileába. És nézzük meg, hogy mi volt az oka, mert ok nélkül az atya sem cselekszik semmit sem. Jézus miközben Szamárián át kellett menjen, a Sikár nevű városba érkezett, ahol a Jákobnak volt egy birtok, amit megvásárolt, és azt az ő fiának, Józsefnek ajándékozta. És ennél a területnél, ennél a földterületnél volt egy forrás, a Jákobnak a forrása. Hát ehhez a helyhez kellett Jézusnak eljutnia. Ennek az útnak is profétikus a háttere. Mindjárt meg fogjuk nézni. Ott vala a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mindegy 6 óra volt, ami déli delelő 12-t jelent. Tehát az igen iszonyatos hőségben, melegben Jézus is testben élt, elfáradt tehát, és meg is szomjazott, mert tanítványokat elküldte, hogy menjenek és vegyenek élelmet. És Jézus annál a kútnál, a Jákob forrásánál kellett, hogy leüljön, kellett, hogy átmenjen
Szamárián. Isten mindezt pontosan előre elrendelte, és nézzük meg, hogy miért. Hogy mi volt a vezér vonal abban, hogy az Atya ezt aznap így rendelte Jézusnak. Mert a mi Urunk Jézus Krisztusunk mindig azokat cselekedte, amit látott az Atyánál. Jött egy Szamária beli asszony vizet meríteni, pont akkor, amikor Jézus ott leült. És Jézus megszólítja ezt az asszonyt. Amikor nem csak, hogy beszélni nem volt szabad a zsidóknak a Szamária beliekkel, illetve nem beszéltek, mert annyira megvetett nép voltak, hanem még átmenni sem mentek át azon a földön. Hát Jézus bizony átment, Jézus leült a Jákob forrásánál, és ez egy profécia beteljesedése volt, és az Atyának gondja volt arra, hogy minden egyes profécia, amit Jézusról elmondott az Ószövetség, annak be kellett teljesednie. Ez a profécia az 1 Mózes 49-ben van, meg fogjátok találni ti is, a 22-es versben, ahol azt mondja az Úr Jézusról ez a profécia, Jákob kútjánál, hogy termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ez volt Jákob útja. Ágazata meghaladja a kőfalat, vagyis hatalmasabb lesz mindeneknél, ami drága Jézusunk az ő megváltásában. Ezt a proféciát jött betölteni Jézus, amikor leült ott a kútnál. Mert aznap itt kellett átmenjen, és ott kellett leüljön, és jött egy szamariai asszony, és pont akkor érkezett, amikor Jézusok leült. Hát ezek isteni időzítések. És Jézus megszólítja, és azt mondja az asszonynak, hogy adj innom. Az asszony pedig teljesen el van csodálkozásában, hogy kérhetsz inni zsidó létedre tőlem, aki szamáriai asszony vagyok, és a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal, mondja neki az asszony, mintha ezt a Jézus nem tudná, így hozza ezt elő ilyen értetlenségében az asszony. És az asszony azt is hozzáteszi, hogy te nem tudsz vizet meríteni, mert még vödröt sincsen. És látod, ugyanúgy bele akadnak az emberek, akik emberi módon gondolkodnak, itt a szamáriai asszony, az előző fejezetben pedig Nikodémus, hogy nem mehet vissza az anyja méhébe, hogy tudná újjászületni, itt hogy tudná vizet meríteni, ha még vödröt sincs. Tehát látod, Jézustól nem tudták abból a magaslatból megközelíteni, ahol ő járt, és ahol ő gondolkodott, és ahol ő kijelentéseket vett. Nem tudták. Jézus azt válaszolja neki viszont, hogyha ismernéd az Isten ajándékát. Látod? És ki az, aki ezt mondja, néked adj innom, te kérted volna tőle, és adott volna néked élő vizet. És Jézus azt mondja, hogyha ismernéd az Isten ajándékát. És kihangsúlyozza Jézus, hogy jön a kegyelem időszaka, és az Isten ajándéka lesz. Azt nem lehet kiérdemelni, azt nem lehet megérdemelni, azt csak elfogadni lehet. És nincs hozzá tenni való, hogy még ezt kell tenned, és azt kell tenned, és még azt kell tenned, hogy Isten elfogadjon. Jézus egyszerűen ennyit mond. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna tőle azt a vizet, és ő adott volna neked élő vizet. Hát az, hogy még jobban lenyűgözve hallgatja Jézus szavait, és tovább fagatódzik, hogy lehet ez, és Jézus azt mondta neki, hogy van egy olyan víz, amiből ha iszunk, soha többé meg nem szomjúhozunk. Értetlenségében hallgatja az asszony tovább a Jézus szavait, és lenyűgözésben, lenyűgözve van az Úr Jézus előtt, és azt kéri tőle, miután a szívét megérintik Jézus szavai, Uram, add nekem mindig azt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és akkor nem kell többet idejönnöm a kúthoz, hogy merítsek. Jézus pedig azt mondja, rendben van, menj és hozd ide a férjedet is, és majd visszatérünk erre a vízre. Erre
Az asszony közli Jézussal, hogy nincs férjem. Az asszony az igazságot szólta, de nem szólta a teljes igazságot. Nagyon érdekes momentum következik itt, mert Jézus megdicséri azért, hogy az igazságot szólta. Szólhatjuk az igazságot, de az nem a teljes igazság. Jézus azt mondja, jól mondád, hogy nincs férjem. Ebben helyesen szóltál. Jézus egy dicséretet szól neki, nem károsztatást. És Jézus tovább fejti, tudom, hogy 5 férjed volt, és a mostani az nem a te férjed, azzal csak együtt élsz, és hogy ezt valóban jól mondtad, igazán mondtad. Tehát Jézus felfedi az asszonynak a bűneit, mert hogy mi módon volt 5 férje, ezt nem részletezi a történet, de biztos, hogy az asszonynak is volt ebben része, és teljesen mindegy végül is. Ide jutott, hogy volt 5 férje, és akivel most él, ezzel pedig nem él házasságban. Vagyis a társadalomból így egy kitaszított, és egy mélyen megvetett és kritizált személy, és ezért is megy délben a kúthoz, hogy ne találkozzon senkivel. Mert általában az asszonyok a hajnalnak a hűvös óráiban, vagy az esti naplemente óráiban mentek a kúthoz, amikor már nem volt az az égető nap. Ez az asszony, mivel ki volt taszítva a társadalomból, pont délben ment a kúthoz, hogy ne szóljon rá senki egy rossz szót se, hogy azt a megrepedezett nádat ne törjék össze még jobban, hogy azt a pislogó gyertyabelet ne oltsák ki még inkább. Ő inkább elvonult és elzárta magát a társadalomtól, de Jézus várt rá. Jézus ott volt, és az ő kegyelmében, ezért az asszonyért, hogy ezt az egyetlen egy lelket helyre állítsa, képes volt átmenni azon a földön, ahol a zsidók nem járnak, nem mentek át, és képes volt megszólítani ezt az asszonyt, akit az atya akaratában neki helyre kellett állítani. És az az asszony soha, de soha nem volt a törvény alatt, és Jézus nem is hivatkozik rá, hogy a törvény szerint vétkezett volna. Nem kárhoztatja, nem mondja el, hogy bűnös asszony vagy, hogy tudom a vétkeidet. Jézusnak az igaz szereteteit abban nyilvánul meg, hogy bár tudja az asszonyról, hogy volt 5 férje, mégsem kárhoztatja. Nem kárhoztatja, hanem elfogadó szeretettel szereti. Csodod, az igazi szeretet akkor tud megnyilvánulni, amikor a másik tudja rólad pontosan, hogy miket tettél, és mégis szeret téged. Annak ellenére szeret téged. Na, ilyen a mi Istenünk szeretete, és ilyen a mi Jézusunk szeretete. Pontosan tudja a legkisebb, legapróbb dolgainkat is, amivel nem dicsekednénk a másiknak, és nem tárnánk fel a közösségekbe, ahova járunk, inkább elkerüljük azokat a közösségeket. De van egy Jézus, akinek gondja van a te szívedre, és oda megy, és akkor megy oda, amikor te mész a kútra, amikor te merítesz, Jézus ott vár már, és az ő szavai várnak rád, hogy téged felépítsenek, hogy a megtört szívedet begyógyítsák, hogy ezt a pislogó gyertyabél lángot fellobbantsa, hogy újra éghessen, hogy újra világolhasson, hogy újra dicsőséges fényt adhasson ennek a világnak. Először fel kellett építenie ezt az asszonyt. Az asszony erre, amikor Jézus ezt felfedte, és még mindig érzékelte, hogy Jézus jó indulattal van irányába, és érzékelte a szeretetét, és hogy nem megvetette ezt az asszonyt ezért, azt mondta erre, hogy te bizonnyal proféta vagy. Ezt mind tudod én rólam? És azt is tudod, hogy a mostani, akivel most élek, az nem a férjem. És Jézus után, amikor ezt mind felfedi, akkor megint megdicséri az asszonyt, és azt mondja, ezt igazán mondtad. Hát egy fél károsztatás nincs Jézus szavaiba, hanem fölemelés, fölemeli, jól mondtad, igazán mondtad,
az igazságot szóltad, ezt igazán mondtad. Figyeled-e Jézusnak a szívét a bűnös ember viszonylatában, hogy jön és fölemeli. Jön és fölemeli. És az asszony ekkor már kifakad, és már nem uramnak szólítja, hanem prófétának. És feltárja a szívét egy dologban. És amikor ez a témakör kerül sorra Jézussal, hogy hol kell imádkozni, ezen a hegyen, vagy Jeruzsálemben, mert a mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ti meg azt mondjátok, zsidók, hogy Jeruzsálemben kell imádkozni, akkor kezdi felfedni a szívét Jézusnak, mert látja, hogy ez egy különleges ember, ez egy Istentől jött ember, ez proféta kell, hogy legyen, ennyit már lát az asszony. És elkezdi felfedni a szívét. És Jézusnak ez volt a küldetése, hogy az asszony tisztán látást kaphasson ezekből a dolgokból. Először is, hogy felmentse a kárhoztatás alól, hogy ne kárhoztassa magát, másrészt pedig ez az asszony kereste az igazságot. Hol kell imádkozni? Melyik az az imádság, ami tetszik az atyának? És igazán kereste Istent ebben. És az atya ezt látta, az atya látja a mi kereső szívünket, amikor keressük az igazságot, amikor keressük az atya akaratát, ezt az atya látja, és ez nagyon kedves neki. És Jézus azt válaszolja, hogy asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Vagyis jön egy új korszak, amikor se itt, se ott, sehol nem jelölne ki egy helyet, hogy itt kell imádkozni. Mert az atya új imádókra tesz szert. És ez közé ezzel az asszonnyal. És ennek az asszonynak a szívében kellett lenni valaminek, ami kereste Istent, és kereste Isten imádatát. És Jézus közli vele, hogy igazi imádókat fog keresni az atya. Eddig azok, akik itt imádták és ott imádták, ezek vallásosságból imádták az atyát. De nem a szívükből, mert az igazi imádókat keresi az atya, és azok szellemben és igazságban fogják imádni az atyát, és az atya ilyen imádókat keres magának. Volt ebben az asszonyban valami különlegesség, ami miatt Jézus ezt a fáradtságot megtette az atya szerelméből, hogy ezt az asszonyt fölkutatta, ezt az asszonyt felmentette a bűnei alól, teljességgel szabaddá tette, és utána közölte vele, hogy miként lesz az Isten imádata ebben az új korszakban, ami hamarosan eljön. És akkor az asszony már végképp lenyűgözve van. Azt mondja, tudom, hogy eljön a Krisztus, tudom, hogy jön a Messiás. Tehát az asszony jól volt tájékozódva, és amikor ő eljön, megjelent nékünk majd mindent. És ekkor Jézus felfedi magát. És ezt még Nikodémusnak se tette. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Valami hihetetlen kegyelem, hogy Jézus a bűnösök felé fordulva micsoda kegyelemmel teljesen, kijelentésekkel gazdagon tárulkozik ki, mert az asszony kereste az igazságot. És Jézus feltette magát, én vagyok az, aki veled beszélek. És az asszonynak ennyi nem kellett több, hanem azt mondta, hogy ott hagyta a vödrét, és elment a városba, elszaladt a városba, és az embereknek azt mondta, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? És egy fél óra leforgása nem volt ez a beszélgetés, ami attól a pillanattól Jézus leült a kúthoz, és az asszonnyal beszélgetett, ez lehetett közel fél óra. Ebben a fél órában Isten elvégezte a szívének felmentését, a szívének a megvilágosítását, azt a pislogó gyertyabelet meggyújtotta az isteni lánggal, és felmentette őt minden károsztatástól, és kiengedte őt, és kiküldte őt a szolgálatra, hogy menj és hirdesd a városban lévőknek, hogy itt van az Isten fia, én vagyok Jézus, aki veled beszélek. Az asszony pedig elment, és ő volt az első evangélista, aki hirdette a Krisztust az ő népének. És ekkor
a városból elindultak az ott élők, és kimentek Jézushoz a kúthoz. És a tanítványok meg ledöbbenve megérkeztek az ennivalóval, és kérdezték, hogy mit csinál a mester? Miért beszél ezzel az asszonnyal? Mi dolga van ezzel az asszonnyal? És hogy ennyire másként látjuk most, mint amikor elmentünk, hogy akkor elfáradva ült le a kútnál, most pedig egy új élettel teljesen, egy új lendületben látjuk őt. Van, kérdezték a tanítványok, hogy van valami eledeled, amit ettél közben? És itt van most, amit hoztunk neked, és mester, egyél. És a mester azt válaszolta, a tanítványok észrevették ezt, hogy van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. A Jézusnak az igazi eledele az volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, és az felvillanyozta őt, egy új lendületet kapott, a fáradtság eltűnt az életéből, és az az öröm, ami a szívére került, amikor ezt az asszonyt felemelhette, abból a súlyos lelki teher állapotból, ahol volt, ahol kárhoztatta magát. Ez volt Jézusnak az igazi eledele. Kérdezték a tanítványok, hogy hozott-e valaki néki enni, hogy így, hogy ilyen állapotban látjuk? És mondanék Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Vagyis itt beteljesedett Istennek az akarata Jézusnak aznapra, ott a kútnál, annál a termékeny ágnál, a forrás mellett, amelynek az ágazata meghaladja a kőfalat, ott kellett leülnie, hogy ez a profécia beteljesedhessen, hogy Isten akarata ott beteljesedhessen, és az asszony pedig szaladt a városba, és hívott mindenkit, hogy gyertek, mert itt van a világ üdvözítője, a Krisztus, gyertek és nézzétek meg. Gyertek és nézzétek, és halljátok az ő szavát. A legcsodálatosabb evangélista született meg ebből a bűnös asszonyból, aki felmentve a bűnei alól, elment, és egy nagy lelkesedéssel, egy új erővel, egy megújult erővel ment, és kezdte szolgálni a Krisztust. Istennek vannak ilyen elrejtettjei ma is a világban. És Istennek a szíve ma is az, és most minket küld ki, ahogy annak idején Jézus, hogy találjuk meg őket a világban. Időzítéseket kell szólni, megfelelő időben kell leülni ahhoz a kúthoz, ahova az az asszony jön majd, és ott találkozni vele, és ott evangelizálni neki, és ott elmondani a kegyelmes Istent, és nem a bűneit vetni a szemére, hanem felszabadítani, és a felszabadításból egy csodálatos, tűzzel teljes szolgálat születik meg. Jézus szeretné kijelenteni a kegyelmét a te életedben is, és maga fog hozzád jönni a kijelentéseivel, ahogy az előző két példában is tette. A tanástalanok, a kedvüket szegte tanítványokhoz is ő ment el, és megvilágította az ő erőteljes vérszövetségének az erejét, hogy eltette a bűneinket az útból. Ezt az üzenetet hozta el ennek a világnak. És ezért ehhez az evangéliumhoz nem szabad hozzátennünk semmit sem. Pontosan úgy kell tennünk, ahogy ezt Jézus tette. Jézus Krisztus pedig azért jelent meg, hogy a világ bűneit elvegye. Ezért az evangéliumot csak ebben a tisztaságban szabad hirdetni. És az embereknek a bűnös voltát súlykolni, hogy mennyire bűnösek, ezt az emberek jól tudják. És a törvény az Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett, vagyis Isten kegyelmét elhozta Jézus Krisztus, és vele egy megigazultságot. Ezért a kegyelem evangéliumát hirdetjük, amelyben benne van Isten igazsága és a megigazultság. És ezt kell hirdetnünk ahhoz, hogy tiszta evangéliumot adhassunk az embereknek, és ne kerülhessünk átok alá, mert ha elhajlunk ettől az evangéliumtól, és más evangéliumot kezdünk el hirdetni, akkor átok alá kerülünk.
Pál kétszer is megismétli magát, az egy, Galata 1-ben, úgyhogy kettős átok alá kerülhetünk. És ezt semmiként nem akarjuk, se a saját életünkre, se mások életére, úgyhogy nagyon figyelmesen kell követni mindig Isten kegyelmének a szívét, hogy ő milyen irányba akar kiáradni, és hogy hol akarja megmutatni az ő jóságát. Mert nem azért küldte el az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ ő általa. Vagyis egy megtartásra küldött el minket. Egy megtartásra. És ezt Isten ajándékba adta az embernek. Ahogy Jézus a kútnál mondta, ha ismernéd az Isten ajándékát. Az elveszett emberek felé. Amit az embereknek meg kell hallania. És az ajándék, mint hangsúlyoztam az elején, az nem olyan, hogy kapod azt a gyönyörű autót, és akkor még a hozzá kell tenni ezt, és ezt, meg ezt, és az, hogy valóban majd a tiéd lehessen egy napon. Isten nem így adta nekünk az evangéliumot. Isten úgy adta nekünk az evangéliumot, hogy vedd el, gyere be az én békességembe, és ott találd meg az én kegyelmeimet, és ott ismerd meg az én jó akaratomat, és azokat cselekedd meg. De további különböző törvény által szabad és nem szabad megszorításokat, szigorításokat, törvénykezéseket, gúzsba kötéseket, talán ez a legjobb szó rá, gúzsba kötjük, hogy már ne lehessen abban a szabadságban, amit Isten adott neki, ez az ördög munkája. Ezt nekünk, keresztényeknek nem szabad tennünk. Ezért ki nem merjük mondani az szolgálatokról. Még akkor is, ha látjuk, hogy nem tökéletesek. Isten is tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ha látjuk a szolgáló tökéletlenségeit, és azt mondani róla, hogy addig nem szolgálhat, amíg ezt meg ezt meg ezt nem teszi rendbe az életében, akkor egy másik evangéliumnál kötöttünk ki. És nagyon, nagyon hamarosan ki kell magunkat igazítani, mert nem akarunk az átok alá kerülni. Ezt vettem ma Istentől, hogy elmondjam nektek. És az ő nagy kegyelme az, hogy megadta, hogy el is mondhattam nektek. Megköszönöm, hogy figyelmeztetek az igére, és hogy az igében mindenki, ha szükséges, kiigazítja majd magát ezekben a nagyon fontos dolgokban, Isten kegyelmének az evangéliumában, és Isten békességének az evangéliumában. Mert valóban az Isten akarata, hogy kegyelemben és békességben járjunk, és az ő ajándéka felszabadítson minket. Felszabadítson minket minden károsztat és ítélet alól. Mert egy az Isten, aki majd megítél minket, élőket és holtakat, és az ő ítélő széke előtt majd megállunk, ezért az nem feladatunk, hogy egymást megítélgessük. Ebben nagyon óvatosak legyünk, és inkább húzódjunk vissza az ilyen beszédektől, és az ilyen gondolatoktól, és egyre kevésbé és kevésbé essünk bele ezekbe a hibákba, mert sajnos hajlamos rá az ember, hogy így tegyen. A másik szemében a gerendát észreveszi, a saját szemében meg a szálkát, illetve fordítva. Én azt kívánom nektek, hogy legyetek kegyelemmel teljesen, amint Isten is kegyelmes, és értékeljétek hatalmasan Isten kegyelmét, mert Isten az ő kegyelmét nem vonja meg tőlünk, örökké való, örökre szól, és a törvényt eltette az útból. Úgyhogy ne törvénykezzünk egymás felett, szeressük egymást, terjesszük ki. Terjesszük ki ezt a kegyelmet az életünk felett, a szeretteink élete felett, és legyünk hálásak, legyünk mindenkor hálásak, és áldjuk Istent, ahogy ő azt elvárja tőlünk, ahogy az illendő nékünk. Legyünk hálásak, legyünk szüntelen hálásak, hogy eljön az a nap, amikor Jézus jön, és ott leül a kútnál, mert tudja, hogy arra lesz elmenendő, az ő szeretetje, az ő szerelmese, akinek töredezett a szíve, és jön, hogy helyreállítsa. Jézus minden ember életében megjelenik,